Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Csapadék. A talaj vízszint több mint egy métert emelkedett, a Rák és az Ikva patak is medrében maradt. Katasztrófavédelem. A hétvégi erős széllel érkező csapadék miatt 110 esetben riasztották őket. És helyreállítási munkálatok. 1000 köbméter fa sérült a vihar során, aminek az eltakarítása még heteket vesz igénybe. Az elmúlt héten jelentős csapadékmennyiség hullott Sopronban. Múlt hétfő óta a térségben 155-170 mm eső esett két részletben. Az első hullám múlt hétfőn érkezett mintegy 45-50 mm esővel, míg a második az elmúlt hétvégén körülbelül 110-120 mm-rel. A csapadék hatására a talajvízszint is több mint egy métert emelkedett. A Rákpatak és az Ikva patak vízszintjét is fokozott figyelemmel kísérték a Soproni Egyetem szakemberei. Hát ugye a ciklon elvonulásával hétfőtől 9,3 mm csapadék esett, ez egy jó őszi eső erre a pár napra. Nyilván ami előtte volt, és ugye följegyeztük, azért jócskán meghaladja a 100 mm-t. A Soproni Egyetem vízgazdálkodási tanszékének szakemberei folyamatosan figyelik az időjárási adatokat. A botanikus kertben és a hidegvízvölgyben végzett hosszú távú mérések szerint a mostani eső mennyisége magas, de nem tekinthető extrémnek. Én, mint hidrológus, ez egy nagyon pozitív változásnak látom. Ugye volt egy nagyon hosszantartó szárazság, tehát a nyári hónapokban úgymond annyi csapadék esett, ami enyhítette egy kicsit a kánikulát, de viszont a növényzet szempontjából ez szinte azonnal elfogyott, elpárolgott, kiszáradt a talaj. Ugye amit most tapasztaltunk, visszatöltődött a talajvíz, így az erdőknek talán a következő évre már lesz egy pici tartalék, amiből át lehet vészelni a várhatóan megint száraz nyarat. Ugye nálunk a olyan jelenség, amit ugye most a hírekben látunk, tehát ugye Csehországban, Lengyelországban ugye óriási katasztrófák voltak, ott szinte duplája csapadék esett, tehát ilyen 400 mm fölötti értékről beszélgettünk most egy lengyel kollégával éppen a tegnapi volt egy ilyen kis megbeszélés. Ugye ez itt is nagy károkat okozott volna, de itt ami esett, ugye 200 mm körül talán alatta is voltunk, ez elfért itt erdőterület talajába. Nyilván itt az erdő alatt a talaj olyan tulajdonságokkal bír, ami egy városi terület talajához képest ugye sokkal alkalmasabbá teszi azot, hogy egy nagyobb csapadékot, aminek nincs nagy intenzitása, képes legyen befogadni. A jelentős mennyiségű eső száraz talajra hullott, mivel júliusban és augusztusban az átlagosnál jóval kevesebb csapadék volt Sopron környékén. Az eső intenzitása alatta maradt a közepes esőkre jellemző 5 mm per óra értéknek, ami lehetővé tette, hogy a víz nagy része beszivárogjon a talajba, feltöltve annak kapilláris pórusait, és csak kisebb mennyiség folyt le a felszínen. Így nem alakult ki jelentős árhullám, és a városon áthaladó patakok is a medrükben maradtak. A soproniaknak a csapadékmennyiség ugye egy korábbi záporokhoz képest, én amennyire emlékszem, a Rákpatak ott kiöntött az aluljárónál, tehát ott van az a bicikliút. Most én úgy láttam, hogy ott nem történt ilyen esemény, tehát a csapadék intenzitása az alacsonyabb volt, tehát nem egy nyári zápor esett azért le. És ugye ezeknél a kis vízfolyásoknál ez nagyon számít, hogy milyen intenzitással kerül a vízgyűjtőre a csapadék. Ugye a nagy intenzitás esetén ugye az erdőtalajnak ugye beszivárogtató képessége nem elegendő annak az elnyelés és felszín közeli, felszín alatti lefolyás, hogy gyorsan a patakba kerül. Ugye ezeknél a patakoknál inkább azt látjuk, hogyha van egy ilyen intenzív csapadék esemény, hirtelen megemelkedik a vízhozam, és utána lecseng, ugye az erdőterületen, a talajban, ugye a felszín közelében, ugye szépen lassan szivárog a patak felé a víz. Míg egy Dunánál ugye sok ilyen apró árhullámot összegyűjtő folyó, amit láttunk, ugye már ilyen hatalmas víztömeggel érkezik a síkterületekre. A Sopron környéki erdők természetes állapotuknak köszönhetően jól tudják kezelni a csapadékot. Az erdők talaja nem tömörödött, így megőrizte beszivárogtató képességét, ami segített csökkenteni a felszíni lefolyást. Az erdők épp ezért képesek csökkenteni az árvízcsúcsokat, mert lassítják a víz lefolyását, meghosszabbítva az összegyűlés idejét és csökkentve az árhullám csúcsát. A Borisz névre keresztelt ciklon a katasztrófa védelemnek és az önkéntes tűzoltóknak is rengeteg feladatot adott. A hétvégén 110 esetben riasztották őket.
Hömpölyög a víz az Ikvában. A 100 km per órát meghaladó viharos szél többfelé fákat csavart ki, gajakat tört le. Keddig folyamatosan érkeztek a riasztások a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség ügyeletére. Ez azt jelentette, hogy szinte péntek reggeltől egészen a mai nap reggeleig számos alkalommal avatkoztak be a hivatásos tűzoltóegységek és az együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületeink is. Több mint 110 segélykérés érkezett a műveletirányítási központunkba, és ezeket az eseményeket nagyon rövid időn belül a különböző szakmai szempontok alatt sorrendbe állított módon számolták fel a tűzoltóegységeink. Így Sopronba a különleges szereink, a létra nagyon sokat mozgott, főleg ugye magasban történtek ezek a műszaki mentések, de számos alkalommal ugye nagyobb fákat is kiborított a szél, amihez akár a hivatásos egységek, akár az önkéntes tűzoltó egységek vonultak. Molnár Sándor, a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője televízión kérdésére elárulta, hogy az elmúlt hétvégén 14 együttműködő önkéntes tűzoltó egyesület segítette a katasztrófavédelem munkáját. Voltak olyan időszakok, amikor ők csak készenlétben álltak. Ez nagyon fontos dolognak tartjuk, mert ilyenkor a biztonsági szintjét tartják a járásunknak, hogy van még mozgatható tűzoltó egység is itt a helyszínen. Ezek az önkéntes egyesületek nem olyan régen részt vettek a Vas megyei 5-ös kiemelt erdőtűznek a felszámolásába, és azt gondolom, hogy most is nagyon jó munkát végeztek. Ez azért fontos a mi számunkra, mert a beérkező jelzéseket így sokkal gyorsabban, rövidebb időből alatt tudjuk felszámolni, még nagyon jól együttműködtek a hivatásos egységekkel, és akár a közös munka tekintetében, akár a magasból mentő riasztása, vagy a védelemnek a biztosítása vonatkozásában. A Hungaromet ZRT közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a Boris ciklon délnyugat felé elhagyta az országot, így a következő napokban nagyobb csapadék nem várható. A nagy mennyiségű csapadék és vihar utáni helyreállítási munkálatok a parkerdőben is elkezdődtek. A tanulmányi erdőgazdaság munkatársai vasárnap óta dolgoznak az erdőkben, ennek ellenére még lehetnek akadályok. 1000 köbméter fa sérült a vihar során, aminek az eltakarítása még heteket vesz igénybe. A tervek szerint a hét végéig a legfontosabb turista utakat felszabadítják a veszélyes fák alól. Az ilyen sérült fák, amik meg vannak hajolva és látszólag jó erősek, de kérdéses, hogy hol, mikor sérült a szerkezetük, ha kapnak egy plusz terhelést akár csak egy gyerektől is, és a feszültségük határa eléri azt, hogy eltörjön, akkor óriási durranással akár métereket is eldobhatja az embert is, tehát ez jobb az ilyen fákat elkerülni. A TAEG ZRT arra kéri a turistákat, sportolni vágyókat, kutyát sétáltatókat vagy a gombát szedőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az erdei utakon. A kidőlt fák és a leszakadt ágak miatt a szakemberek folyamatosan dolgoznak. A munkálatok jelenleg is zajlanak, és most a legfontosabb veszély, nagyon veszélyes fáknak a felmérése és kitermelése, félrerakása zajlik. A munkát már a viharos időjárás ellenére a kollégáim a hétvégén megkezdték egy ügyelet keretei között, azért, hogyha esetlegesen a katasztrófavédelemnek, vagy mentőnek, rendőrségnek dolga akad, akkor a fontosabb utak azok járhatóak legyenek. Sajnos olyan volumenű kár ért most bennünket, aminek a felmérése még folyamatban van, de becsülőleg több mint 1000 köbméter élő fa készlet sérült a vihar során a TAEG területén, aminek az eltakarítása még heteket fog igénybe venni. Úgy gondoljuk, hogy ezen a hét folyamán, hétvégéig a legfontosabb turista utakat és a szinte közútként is funkcionáló útjainkat, azokat felszabadítjuk a veszélyes fák alól. Több mint 1000 köbméter fa sérült a vihar során, vezetékek és villanyoszlopok is megsérültek, így több helyen nincs áram jelenleg. Sajnos az erdőházára vezető villanyvezeték is megsérült a viharban, az EON folyamatosan dolgozik ennek helyreállításán, ami a erdei környezetben és a még nagyon vizes talajon nem egyszerű. Reményeink szerint mai nap vagy legkésőbb a holnapi nap helyreáll az áramellátás az erdőházán, és így a hétvégére már talán csütörtökön ki fog nyitni az erdőháza újra. A Károly kilátó és az ottani múzeum már üzemel ismét. A parkolójában azonban még zajlanak a sérült fák eltávolításának munkái, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy az erdőben most már ki lehet menni, a szél elállt, de nagyon sok helyen vannak még kiborult és fennakadt fák, és ezek nagyon balesetveszélyesek, még hogyha nem is tűnnek úgy, sokszor nagy a feszültség az egymásra hajló fákban. Arra szeretném kérni a lakosokat, hogy ne
használják, se játszótérnek, se semmilyen akrobata mutatványokra ezeket a fákat, mert életveszélyes helyzetbe kerülhetnek. A munkálatok a tanulmányi erdőgazdaság területein még hetekig el fognak tartani, úgy a turista útvonalakon, mint az erdőben. Ott, ahol veszélyes fákkal vagy munkálatokat végzőkkel találkoznak, azt nagy évben kerüljék el, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Szerdától a Sopron-Wiener-Neustadt vasútvonalon újra közlekednek a vonatok, valamint Neusiedl-Ámzétől Bécs felé a további utazás szintén lehetséges. Erről tájékoztatott a Gyesev ZRT. Fokozatosan újraindul a távolsági vonatok közlekedése Budapest és Bécs között is, az osztrák vasút azonban továbbra sem javasolja az utazást Ausztria felé. A jelenlegi információk alapján a Bécsen túli Salzburg felé eső állomások még nem érhetőek el vasúton. Bécs és Linz között a közlekedés pedig továbbra is bizonytalan. A heves esőzések és az árvízhelyzet miatt Ausztriában továbbra is járatkimaradásokra, fennakadásokra és késésekre kell számítani. A demencia kialakulása és megelőzése volt a témája az Alzheimer Café keddi előadásának. A rendezvény célja, hogy segítse a demenciával küzdők és hozzátartozóik ismereteit a betegségről. Az eseményt az Alzheimer világnap keretében rendezték meg. Sopronban a 65 év feletti korosztályban több mint minden harmadik embert érint a demencia. A betegség ellen jelenleg nincs gyógyszer, ezért a felvilágosításra és a megelőzésre is kiemelt figyelmet kell fordítani, emelte ki dr. Sütő Teréz. Azért kezdtük el az Alzheimer kafét, mert hogy nincs a demencia ellen gyógyszer, és azóta sincs. Egyetlen módja van a felvilágosítás, amiről szól az Alzheimer kafé, hogy új ismereteket adunk az embereknek, és a másik pedig az, hogy megelőzzük. És ennek minden módozatát használjuk mi itt Sopronba. 6 éve működik, vagy most már 7. éve a gyalogló idős klub. Hetente 6 alkalommal gyalogolnak az idősek, és a szenior tánc is már 5 éve működik, ami a zene és a tánc együtt az különösen fontos szerepet tölt be a demencia megelőzésében, úgyhogy ezt is nagyon értékeljük, és hát ösztönözzük, hogy minél több legyen. És tulajdonképpen ez a hónap arról szól, hogy ma elkezdjük ugye ez az Alzheimer kaféval, utána lesz egy gyaloglás a városba, hogy érzékenyítsük az embereket. A rendezvényen Pócik Bellai Patrícia, mentálhigiéniai prevenció specialista, többek között a demencia megelőzéséről és kialakulásáról tartott előadást a résztvevőknek. A demens betegségek megelőzéséről, illetve késleltetéséről fog szólni az előadás, mivel a demens beteg nem csak önmagára súlyos terhet ki, hanem a családjára és az egész társadalomra. Sajnos a demencia rohamosan növekszik, és ez nem csak regionális probléma, hanem globális probléma is az egész világon, de hála égnek a tudomány és a technológia fejlődése mindig újabb lehetőséget ad, hogy ezek a demens betegségeket minél előbb tudjuk diagnosztizálni, ezzel akár 10-15 évvel is meg tudjuk hosszabbítani a teljes értékű életet az emberek számára. Legyenek minél nagyobb számban jelen. Szükségünk van az idősek élettapasztalatára, mosolyára. Dr. Farkas Ciprián polgármester köszöntötte az Alzheimer Café résztvevőit. Az első ezzel kapcsolatos programot 9 éve rendezték meg azzal a céllal, hogy a betegséget lehetőség szerint megelőzzék, valamint új ismereteket szerezzenek az idősebb korosztály tagjai. A fiatalság az egy olyan hiba, ami napról napra kevesbedik. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ügyesek vagyunk, figyelünk magunkra, és egy kicsit tudatosan élünk, akkor egész szép kort érhetünk meg a Jóisten kegyelméből, meg természetesen a mi gondos odafigyelésünk által. Ahhoz, hogy ez minél több ember esetében tudjon Sopronban megvalósulni, Sütő Terike, Európai Idősekház Alapítványa évtizedek óta teszi a dolgát, és segíti ismeretterjesztéssel, odafigyeléssel és gondoskodással azokat az embereket, akik tudatosan kívánnak idős korukban élni. Az idős korok is megvannak a szépségét, hogy ezt minél többen megérhessük és elérhessük, ahhoz kell magunkra figyelnünk az egészségünkre, a mentális és a testi egészségünkre, és ehhez pedig ismeretanyagokkal kell rendelkezni. Az ilyen rendezvények, mint ez a mai, ezt a célt szolgálják.
Az előadást követően a főtér, a tűztorony, a Mária szobor és a várkerület érintésével egy sétát tettek a résztvevők annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a demenciával küzdő betegekre és hozzátartozóikra. Magyarország 80 éve lett hadszíntér címmel hely és hadtörténeti kiállítás nyílt Harkán. Az eseményen Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője kiemelte, a háborúban harcolt őseinket a hazaszeretete vezérelte, ezért kötelességünk méltó módon emlékezni rájuk. A vasárnapi eseményen közreműködött a Hangképzés Egyesület hagyományőrző rezes bandája és a Soproni Huszár hagyományőrző egyesület. A program részeként 10 órától evangélikus istentiszteletet tartottak, melyen az ige hirdetés szolgálatát dr. Lakner Pál dandártábornok, nyugalmazott tábori püspök végezte. Barca Attila országgyűlési képviselő a jelenlévőknek arról beszélt, hogy a mai nap a dicső múltról szól, amikor fiatal emberek áldozták életüket hazánk védelméért, de másrészt a jelenről is, amelyben meg kell találnunk az utat a nyugodt fejlődéshez és a békéhez. A múlt nem csak napokat, hónapokat jelent, nem csak az elmúlt évek, évtizedek, évszázadok. Nem csak idő a múlt, hanem mindazok az emberek is, akik évekkel, évtizedekkel, évszázadokkal előttünk itt éltek és alkottak. Az előttünk járt generációnak mindennapi élete, ami múltunk, munkájuk, gondolataik, szerelmeik, félelmeik, fáradozásaik, mindezeknek szövete, ami múltunk, ebből lettünk mi is, ezt örököltük és ezt visszük a jelenben. A megnyitó alkalmával a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár, illetve a Honvédelmi Hagyományőrző Egyesület képviselői tartottak előadást. Csapadék nem várható. Az időjárásról részletesen hírodónk után hallhatnak. Ezután a Hét témája című műsorunk következik, majd az Újház című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, de néhol lehetnek felhős időszakok. A hűvös hajnalt követően délután 21-26 fokot mérhetünk. Pénteken az ország nagy részén sokat süt majd a nap, de elszórtan a Dunántúlon egy-egy gyenge futózápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, említésre méltó csapadék nem várható. Délután 21-26 fokot mutathatnak a hőmérők.